Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Köszöntelek titeket, talán kicsit úgy, mint Pál apostol. Ő is néha úgy ír a gyülekezeteknek, hogy máshol van, testben is, lélekben is. Én éppen nem Diósdon vagyok, hanem Kisvárdáról üdvözöllek titeket. És kérték is a kisvárdai gyülekezeti tagok, hogy adjam át így üdvözletemet. Úgyhogy az apostol szavaival és egy másik gyülekezet köszöntésével is köszöntelek titeket. Kedves Diósdia, Isten hozott titeket így online is, akár tévé előtt ültök, akár a konyhában, akár a kertben, vagy a természetben vagytok, vagy egy szobában. Isten hozott titeket, egy közösségként vagyunk együtt itt, akárhányan is vagyunk. És ezért jó, hogy ti is köszöntitek egymást itt a szöveges formában a kommenteknél. Isten hozott titeket. Isten igéjét olvasom, Ézsaiásnak az 53. könyvéből. Azért különleges ez az ige, mert a mai apostolok cselekedetei igében, ami majd az ige hirdetés alapigéje lesz, abban feljön ez az ige. Ott erről fognak beszélgetni az úton levők. Ezt fogják idézni, ez az, amit nem értenek. Úgyhogy egy másik történetben is fog szerepelni ma az, amit most lekcióként felolvasok. Jézusról szól egy profécia, így hallgassuk. Ézsaiás könyve, 53. fejezet. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amivel gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhol. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Imádkozzunk! Úr Jézus, annyira szép és teljes ez a leírás rólad. Annyira szép, hogy egy profécia már arról szólt, hogy te leszel egyszer. Ézsaiás, aki akkor ezt mondja, és akiknek akkor ezt mondja, ők még nem láttak téged, és nem tudták ezt megfoghatóvá tenni. Csak remélték.
Mi utólag pedig már láttuk ezt, már hallottuk és már tapasztaltuk, hogy ez megtörtént, hogy te eljöttél, Jézus Krisztus. Most itt az otthonunkban, ahol vagyunk, kérünk, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel. Töltsd be, hogy hallhassuk az ígéret, hogy lehessünk közösségbe, annak ellenére, hogy falak vannak mellettünk. Kérünk, hogy a te szent lelked írja át úgy a mi utunkat ma, hogy egy közösségé válhassunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy üzensz ma, és köszönjük, hogy készíted a szívünket és az elménket is a te ígét hallására. Amen. Isten igéjét fogom olvasni. Ha van előttünk Biblia, vagy ha van körülöttünk Biblia, az sokat segít. Nem csak most, amikor felolvasom Isten igéjét, hanem később is, amikor hallgatjuk majd az igehirdetést. Így, hogyha esetleg könnyen beszerezhető valahonnan, akkor bátorítlak titeket, hogy álljatok fel, és hozzatok egy Bibliát most magatoknak, mert sokkal könnyebben lesz követhető az, amit majd hallunk, és amit majd magyarázunk, és Isten, amivel szólni akar ma hozzánk. Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek 8. könyvéből olvasom, a 26. verstől a 40-ig. Az apostolok cselekedeteinek sorozatában vagyunk, hétről hétre vesszük végig ezt a történetet, így akár a legizgalmasabb sorozat is lehet most a karanténunk idején ez, így hallgassuk ezt az igét. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőinek udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan értetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Mivel most nem látjuk egymást, de mégis gyülekezet vagyunk, így bátorítalak titeket egy merész dologra. Szeretném, ha mégis online gyülekezetté formálódnánk, és ezt úgy tudjuk, ha kicsit látjuk egymást. Képeket, videókat nem tudunk most megosztani ilyen formában. De emotikonokat igen. Ezért arra kérlek titeket, hogyha szeretnétek, ha van erre kedvetek, nem kötelező, küldjetek egy olyan emotikont,
ami most jellemez titeket, ez nekem, mint ige hirdetőt, segít is abban, hogy lássalak titeket, és egy gyülekezet legyen előttem itt az online ige hirdetésben. Ha szeretnétek, küldjetek ilyet, de nem kell. Az apostolok cselekedeteit olvastuk, a 8. fejezetet. Nem tudom, ismerőse az érzés, amikor a családban vagy egy közösségben valamiről megy a beszélgetés, de te elkalandozol. Beleveszel a gondolataidba, és már nem figyelsz a következő mondatokra, még akkor sem eszmélsz, ha téged kérdezne. Csak bambulunk ilyenkor, és magunk elé nézünk. Kicsit ilyen bambulássá tud válni a kereszténységünk is. Könnyen vesztjük el a csendesség alatt a figyelmet a bibliai igéről, amit olvasunk, vagy terelődik el a figyelmünk egy-egy ige hirdetés alatt is, előtt is, akár most is. Csak azt veszük észre, hogy már teljesen máshol járunk, mint ahonnan indultunk. Hogy itt voltunk az elején az ige hirdetésen, de már máshol járnak a gondolataink. Vagy este próbáltunk igét olvasni, de teljesen másról koncentrálunk már pár perccel később. Ott vagyunk teljesen fizikai valónkban, de mégse értjük, amiről szó van. Nem tudunk jelen lenni és figyelni se. Talán ismerős ez az érzés. Fülöp és az etióp találkozása reménység szerint ma közel visz minket ahhoz, hogy értsük is, amit hallunk és amit olvasunk Istenről. Ezt az igét nézzük meg tehát ma. Három kérdésünk lesz. Az egyik, hogy érted is, amit hallasz? A másik, hogy érted is, amit olvasol? És a harmadik pedig az, hogy érted is, amire hív Isten. Az első tehát, hogy érted is, amit hallasz. 24 vers van ebben a felolvasott igében, és 24 óra alatt háromszor szól itt Fülöphöz Isten valamilyen módon, hogy mit tegyen. Milyen jó lenne, ha hozzánk is így szólna, így vezetne. Biztos ezt sokan szeretnénk, vagy sokan kérnénk tőle. És azt is mondjuk talán, hogy könnyebb lenne hinni benne, és könnyebb lenne azt tenni, ami ő szerinte való, ha így szólna. Azt látjuk, hogyha ott van előttünk a Biblia, akkor fizikailag is látjuk, hogy a 26. versben az Úr angyala szól, hogy merre menjen Fülöp, a 29. versben a lélek szól, hogy csatlakozzon a hintóhoz, a 39. versben pedig a lélek küldi Fülöpöt Asdódba a további útjára. Megdöbbentő nekem, hogy a lélek így vezet. És még megdöbbentőbb, ha el tudjuk hinni, hogy minden embert így vezet. Fülöp megy arra, amerre a lélek mondja neki. Ezt látjuk, hogy a lélek egyszerűen szól Fülöphöz, és Fülöp mindig megy. Tényleg mindig megy. És hallgat rá. És azt teszi, és nem, ez nem, nem egy mese, ez nem valami nagyon régi, hanem az Úr lelke szól, és vezeti Fülöpöt. És ez nem csak akkor volt igaz, de ma is. És talán valaki mondhatná azt kifogásra, hogy jó, de ezek biztos Fülöp megérzései, meg az agyának a válaszai, igazából nem is a Szentlélek. Én nem hiszem, hogy erről van szó. A lélek el is ragadja, amit az agya nem tudna. Ezt látjuk a történet végén. A lélek által történnek csodák az előző részekben, amit az előző héten hallottunk, hogy bénák, sánták és szellemileg megkötözött emberek szabadulnak meg, amit az agya akarata nem tudna megtenni. Tehát a lélek az, aki tényleg vezeti Fülöpöt, és ő rá hallgat. Aztán sokan azt mondják erre kifogásnak, hogy jó, de Fülöp egy bibliai szereplő, azok mindig hatalmasabbak, mint mi, nem? Ez csak azon múlik, hogy felismerjük-e, értjük-e és akarjuk-e, hogy Isten vezessen minket. Arra jöttem rá, hogy sokszor úgy tekintünk a bibliai szereplőkre, mint a Marvel univerzum képregény hőseire, akikkel tele van mostanában a mozi, és a legtöbb film ebből jön ki. Jó nézni, ami ezekkel a hősökkel történik a Marvelben, de ez csak rájuk igaz. Ráadásul még mese is, ezt mondjuk rá. És talán ezt mondjuk a bibliai történetekre is, hogy ez Fülöpre igaz, hogy szólt hozzá a lélek, őt vezette a lélek, de ez régen volt, nem rám igaz. Isten nagyon különbözően vezeti az embereket, és ez az egyik tanulság ennek a történetnek, hogyha felismerjük, hogy a lélek tényleg vezet, az a hatalmas dolgokat fedezünk fel. Érted is, amit hallgatsz. Akár hétről hétre, akár újra meg újra, Isten ígér azt, érted is?
A második kérdés, hogy érted is, amit olvasol? Az etióp kincstárnok küzd azzal, hogy nem érti, amit olvas, de ezt el is mondja Fülöpnek, amikor az ő felszáll a szekérre, és meg is kérdezi tőle, hogy érti-e azt, amit olvas. És Fülöp teljesen természetesen ezt mondja, és a kincstárnok teljesen ezt egyértelműen ezt mondja, hogyan értetném, ha valaki meg nem magyarázza. John Stott, angol teológus és lelkész mondja azt, hogy Istentől két ajándékot kaptunk. Az életkönyvét, a Bibliát, és olyanokat, akik tudják azt magyarázni. A lelkész, egy barát is magyarázhatja Isten igéjét, de mennyivel több, ha a lélek magyarázza nekünk azt. És ez a magyarázat, hogy a lélek ez a magyarázat, ez nem csak beszéd lehet, ahogy elsőre gondolnánk. Itt azt látjuk, hogy tényleg Fülöp magyarázza beszéddel az etiópnak ezt az igerészt. Lehet az, hogy Isten igéjét valaki más magyarázza. És fontos, ezért is vannak ige hirdetések is. Fülöp is ezért beszélt a zsidó származású etiópnak. De ha csak heti egyszer magyarázná vasárnap Isten az igéjét 10 órakor, akkor elég nagy gond lenne a gépezettel. Én őszintén hiszem azt, hogy Isten nem csak egyszer, és nem csak lelkészeken keresztül magyarázza az igéjét, és nem csak szóban, hanem önmagában is, ahogy látjuk Fülöpnél, hogy szólt hozzá a lélek. Én szerintem különleges, és talán ritka is, de különleges megélni, amikor Isten vezet minket az imádságban, egyéni bibliaolvasásban. Különleges megélni, hogy ő lehet érteni a szavát, bibliaolvasás közben is. Ahogyan egy igét olvasok én sokszor, újra és újra forgatom, azt élem meg, hogy hat rám, hogy vezet Isten. Amikor csendben imádkozom, és véget ér az a rész, ami rólam szól, tehát amikor befejezem az olyan imádságrészt, hogy én mit kérek, velem mi történjen, ott kezdődik el az, hogy Isten munkálkodik. Akkor jön Isten, aki tesz valamit az olvasóval, aki csendben van. A lélek magyarázhat, adhat magyarázatot. A lélek szól Fülöphöz, de én őszintén meggyőződtem arról, hogy Isten szól ma is a lelke által. Őszintén azt látom ebben az igében, hogy Isten szól a csendességek által is mindannyiunkhoz. És a lélek magyaráz. Ő adja azt, hogy értés lehessen az olvasásból, a csendességből, a Biblia tanulmányozásból. A Biblia nem csak egy könyv. Ez az életkönyve. Ha érted, az nem csak szövegértés, hanem Isten akaratának a megértése az életedre. Ez nem csak Biblia tanulmányozás lesz, hanem imádság, kapcsolat vele. És nekem személyesen volt nagyon nehéz, és sokszor újra és újra nagyon nehéz az, hogy megéljem azt, hogy a bibliaolvasás ne csak egy tanulmányozás legyen, amiben az tudásom fejlődik, a Biblia ismeretem növekszik. Ne csak egy ilyen bambulás legyen, mint amiről az elején szó volt, hogy belefeledkezem, és arra jövök rá, hogy már teljesen máshol vagyok. Hanem valami olyasmivé válhat, amiben a lélek szól. Valami olyasmivé válhat, amiben a lélek szól, és úgy, hogy én engedem, hogy Isten ott munkálkodjon. És akkor értem is, amit olvasok. Akkor értem, hogy Istennek a Bibliá az nem csak egy könyv, hanem az tényleg az életkönyve, amiben engem vezetni akar, amiben irányítani akar, és ami jó nekem, ha engedem, hogy értsem is, amit olvasok. Szintén John Stott mondja azt, hogy ezért is terem olyan keveseknél gyümölcsöt az ige olvasása, mert kevés ember az, aki alá is veti magát az igének. Az alávetés pedig azzal kezdődik, hogy érted, befogadod azt, amit Isten egy adott igével, ige hirdetéssel üzenni akar. Ez pedig nagy lépés. Az is, hogy megértem, akarom ezt megérteni, és az is nagy lépés, hogy magamévá teszem, hogy egy Isten mit akar üzenni nekem. És ez könnyen rituálévá válhat, így könnyen el is veszítjük az igazi lényegét. Fülöpnek nem csak tudása volt a hitről, de érzelmei, szeretete is. És ez a hit ténylegesen.
Kihívás nekünk a mai posztmodern korban, hogy ne csak tudással rendelkezzünk dolgokról, hanem hittel is. Korszellem az, amit így nagyon sok helyről hallunk, kimondva vagy kimondatlanul, hogy a tudás hatalom. Éppen ezért minél többféle területen szedünk magunkra különböző tudást. Gyerekkorunk óta mindegyikünket arra nevelnek, oktatási intézményekben, hogy tudást szerezzünk. Így nem csoda, hogy a templomi közegben is, gyülekezetben is a tudás dominál a legtöbb emberben. Hogy igazából Biblia ismeretet szedünk magunkra. Hogy igazából hallunk új információkat, új tudást szerzünk Istenről, van egy Isten képünk, van egy Isten tudásunk, de az nem a sajátunk, hanem az csak egy tudássá válik. És ez olyan nagy kihívása a mai magyar kereszténységnek, hogy tudássá válik az, amiről itt hallunk. Ezért fontos tisztázni, amit Fülöpnél látunk, hogy az Istennel való kapcsolatban a tudás és az érzelmiség mindkettő egyszerre van jelen. Így ír erről Pál apostol. Összefoglalva. Én imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Ezt a korintusi levélben írja. Egyszerre szükséges a tudásunk és az érzelmeink is, a lélek is. Érted is, amit olvasol? Fülöp érthette Isten vezetését a lélek által egyedülül úgy, hogy senki sem magyarázta azt neki. A kandaké főembere, ez az etióp, a kincstárnok pedig úgy értette, hogy valaki magyarázza neki. Eddig két kérdésünk volt. Érted is, amit hallgatsz? A másik, érted is, amit olvasol? És szó volt arról, hogy a csendességeinkben meghallhatjuk Isten üzenetét, és érthetjük, ha mi is csendben vagyunk, és engedjük, hogy a lélek szóljon. Meghallhatjuk a hétköznapi életben is, akár kocsiban, villamoson, munkahelyen, családban, konyhában, mosogatás közben is, hogy a lélek szól, hogyha engedjük, hogy szóljon. És azt elhiszük, hogy ez nem csak egy régi történetnek az igazsága. És a másik, hogy érthetjük ezt, amit olvasunk, a saját csendességeinkben is, hogyha erre figyelünk. A harmadik kérdés pedig, egyben az utolsó kérdés, hogy érted is, amire hív Isten? Ebben a történetben annyira különleges, hogy nem a bátorsága dicséretesít Fülöpnek, hogy odalép a magasrangú tisztviselőhöz. És igazából nem is vagyok benne biztos, hogy bátorsága volt. Ha azt elemeznénk, hogy hogy kell igét továbbadni, vagy megosztani a hitünket másokkal, akkor lehet, hogy az első tanulság, amit ebből a történetből levonnánk, az az, hogy oda kell lépni, mert Fülöp is bátor volt, és oda lépett. És aztán a kandakinak a főembere ő kérdezett, Fülöp megválaszolt. De nem ez a tanulság. Hanem értette, amire a lélek hívja Fülöpöt. A lélek szólt neki, ő meg ezt elhitte. A hite vezérelte a futását és az odalépését, nem a bátorsága. És azért tud felszabadult lenni ebben a helyzetben Fülöp, azért tudja észrevenni és meghallani, hogy mit olvas hangosan az etió. A lélek által vezértség miatt tud koncentrálni, hogy mit mondjon neki. Ha mi Krisztusról szeretnénk beszélni bárkinek, akkor nem a bátorságunkat kell fejleszteni, hanem a lélekre hallgatásunkat. Ha Krisztusról szeretnénk beszélni bárkinek, akkor nem a bátorságunkat kell fejleszteni, hanem a lélekre hallgatásunkat. Azért lépte át oda Fülöp, mert Isten angyala hívta erre az elhagyatott útra. Majd a lélek azt mondta, hogy lépjen oda a hintóhoz. És ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a lélek vezet ma, szól, ahogy ezt eddig is láttuk az igéből és az előző két kérdés által. Ezt olvassuk a 35. versben. Az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Értette is, amiről itt szó van Ézsaiás könyvében, amit felolvastunk a lekcióban, és értette azt is, amire a lélek hívta. A barna bőrű kincstárnak pedig örömmel indul a hazája felé, és ő lesz az első keresztény, aki Etiópia felé megy. Érted is, amire Isten hív. Az evangélium átadásában az a szép, hogy azt mások is továbbadják, és a lélek nem csak bennünk munkálkodik, hanem ő bennünk is fog, és ez folyamatosan egyre jobban növekszik és terjed. Ezért jó a lelket meghallani, vezetve lenni általa, és engedni ezt.
összegzésül. Azért ezt gondoljuk végig, hogyha egy néger kincstárnok, aki Ézsaiás próféta könyvét olvasva az egyik legelhagyatottabb úton, választ kaphat a kérdéseire a Jézus egyik tanítványától, és mire éppen befejezik a kérdezfeleleket, pont egy vízhez érnek, akkor ott kicsi a valószínűsége a szerencsének, vagy annak, hogy ez épp így alakul. Akkor ott biztosak lehetünk abban, hogy a lélek munkálkodik. A lélek volt abban, hogy pont azon az úton ne kihaltság legyen, hogy pont azon az úton jöjjön az etióp kincstárnok, pont ott legyen Fülöp is, hogy pont az Ézsaiás könyvét olvassa, pont abból kiindulva lehessen Jézusról beszélni, hogy pont ott legyen egy víz, és pont akkor. A lélek munkálkodik és vezet téged is a Biblia olvasásban és az igehirdetések meghallgatásában is. Arra hív a ma is élő és köztünk lévő Szentlélek, hogy légy a meghallgatója, megértője és a munkatársa. Vezetni akar és vezetni tud. Engedjük. Pár hét múlva pont, hogy pünkösdhöz érünk. Egy olyan időszakban élünk most, amiben Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzatok, mert eljön majd a Szentlélek. Amikor a tanítványok húsvét és pünköst között voltak, mint ahogy most mi vagyunk, akkor ezt mondta nekik csak Jézus, hogy imádkozzanak, és eljön majd a lélek. Így lehetünk mi is, ne foglalkozunk mással, hogy miért lehetetlenhez, vagy hogy mennyire nem igaz ránk, hanem biztos másra igaz csak ez. Lehet, hogy sokszor bambulunk, vagy bambultunk a csendességeinkben, az igehirdetés hallgatásban, és van ilyen. De Isten ma hív. Téged hív a csendességben, és vasárnaponként is. És megértheted ebben Isten akaratát. Akár olvasod azt, akár hallgatod. Teljesen mindegy, hogy melyik verziót teszed, a lélek szólhat és vezethet téged is. A te környezetedben olyan természetesen, ahogy Fülöp környezetében ez történt. Ne várj arra, hogy egy nap majd ideálisak lesznek a külön körülmények, és majd akkor fogsz így hallgatni rá. Jézus mondja ezt befejezésül, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Az igehirdetésre válaszul, most legyünk csendben és imádkozzunk, és utána fogunk énekelni. Az imádságban először csendet tartok, és tartsunk mi is. Nem szakad meg az online közvetítés, hanem egyszerűen csend lesz. Hallgassunk így, és aztán én lezárom egy közös gyülekezeti imádsággal. Imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, te nem vagy intézményes ilyeset. Nem csak egy adott időpontban, vagy egy adott helyen szólsz, vagy egy adott ember által. Annyira jó, hogy Fülöphöz szóltál személyesen ott is akkor, és ugyanígy ebből láthatjuk, hogy hozzánk is szólsz személyesen. Láthatjuk, hogy ennek az etióp kincstárnoknak volt, aki magyarázta az igét, és így tudhatjuk azt, hogy te mindig adsz olyan embert, aki majd nekünk is magyarázza az igét. Köszönjük, hogy a lélek többször is előfordul ebben a történetben, és jelzi azt, hogy a lélek szól hozzánk is. És ott van a mi életünkben, csendességünkben és igehallgatásunkban is. És lehet rá hallgatni. Úr Jézus, kérünk, hogy mi hadd tudjunk csendben maradni. Hadd tudjunk azután, amikor olyan sokszor elmondjuk, hogy mi van velünk, és mi van bennünk, és mit kérünk, azután csak engedni, hogy te munkálkodj. És meghallani, hogy mi a te hangod. És elhinni, hogy ez a te hangod, és a te akaratod. Szentlélek, jöjj, lobogó láng. Szentlélek, jöjj. Amen.
vegyük az áldást. Ha a családban vagy másokkal együtt vagyunk, akkor akár rá is tehetjük egymás vállára a kezünket, így megáldva egymást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Mindenkinek sok áldást, áldás békességet, jó étvágyat hamarosan, és reménység szerint találkozunk nem annyira sokára. Isten áldjon titeket!